A megye 8 településén több mint 800 énekessel tartanak majd hangversenyeket a Cantemus Nemzetközi Kórusfesztiválon augusztusban. A rendezvénysorozat különlegessége lesz, hogy egy nemzetközi zsűri értékeli majd a fellépő csapatokat, így a hazai kórusok is összehasonlíthatják magukat a külföldi versenyzőkkel. 19 kórus vesz részt ezen, közülük 5-en külföldről érkeznek, Japánból, Dél-Koreából, Tajvánból, Finnországból és Törökországból, és érdekes módon Magyarországról is sokfelől jönnek énekkarok, Debrecenből, Ajkáról, Gyöngyösről, Egerből, Szolnokról és Budapestről 2 énekkar. A geopolitikai és migrációs helyzet miatt azonban a kínai kórusok visszamondták a fellépésüket. A helyi politikai vezetés nem tartja biztonságosnak sem Magyarországot, sem azokat a nemzetközi repülőtereket, amelyeket a fellépő zenészeknek érinteniük kellene ahhoz, hogy Nyíregyházára jussanak. Nem sokkal ezelőtt, körülbelül egy hónappal ezelőtt érkezett egy lemondó írat, amely hivatkozott arra, hogy Magyarországon a migráció miatt nem biztonságosnak ítélik az utazást, és ezért ebbe a esztendőbe a kínai énekkarokat a felsőbb hatóságok nem engedik el Kínából. Mindezek ellenére jó hangulatú, tartalmas rendezvényekre számíthatnak a zenebarátok. A kórusfesztivál fináléjaként a záró napon például több ezren énekelnek majd együtt egy részletet az István a Király rockoperából.